Jól van. Na, nem szeretném most tovább húzni itt a dolgokat. Szívon. Hello. Hello. Mizu. A kis hangos, a kis körmecskéje pedig. Tegnap manikülöztettünk vele. Én manikülöztettem, meg nem vittem el sehova, miatt azt gondolt. Papa! Ott menni akartunk mi is. Ott van egy medve. Nem tudom, hogy ezeket a szimeket hogyan lehet elérni. De hogyha ti tudjátok, akkor majd... Szomorú bohóc kép. Na, ezt felírjuk. Amivel meg lehet őt idézni. Majd megpróbálom a... hozzáadni a háztartáshoz őt, és akkor meglátjuk, hogy milyen lehetőségeink lesznek úgy. Ó, még az Alien-es sorozatból? Nem tudom, hogy megvan nekem még, az az igazság. Lehet, hogy töröltem. Mit kértél magadnak? Jó, mindegy. Itt meg szépen, aztán hazamegyünk. Most már meg kéne rendezni ezt az esküvőt. Igazából ilyenkor este kéne, mert hát tudjuk, hogy veled az napközben eléggé gyúlékony. Úgyhogy ez nem lenne jó neki. Milyen innivalót kértél? Hogyan tudnám növelni a híresség pontjait? Már el is felejtettem, hogy hogy volt az. Van, amit kéne csinálnunk. Instagram képeket. Nem Instagram, hanem Sims-stagram, csak ezt nem bírom kinyugni. Sims-stagram, aha. Kéne egy számítógép, és azzal lehetne akkor még följebb tornászni a dolgokat. Csinálunk néhány sztorit. Otthonról elvileg lehet dolgozni, vagy... Hát de lehet, hogy ez olyan, hogy... Hát nem tudom. Mert hogy lehet, hogy csak olyan munkában van ez a sztorizás, amivel vele kéne menni. Vagyis amivel el kéne, hogy menjen otthonról, ami nem jó. Nem mette otthonról. De mindegy, ez is jó lesz. Csinál pár képet. Veszünk egy számítógépet neki, végre pénzünk bőven van, meg még lesz is, úgyhogy... Bár mondjuk a Mikuláshoz nem tudom, hogy mennyire tehetős, de... meg amiket összeérkeltünk, de próbálok egy tehetős tömeket választani. Azért is kéne Bellának a férje, mert ő viszont nagyon tehetős. Húsvétkor jön. Nekem sincsen húsvét soha. Jó a hajat, köszönöm. Hát igen, csak össze-vissza áll, aztán nem írok vele most. Húsvét. Azt mondtad, húsvét. Alapból nekem nincsen, de... biztos akkor hozzá lehet adni ilyet. Flower Bunny? Talán az. Igen, ez kell. Jó, akkor lesz egy ilyen nyusz is. Mondjuk, mikor szokott lenni? Áprilisban. Az körülbelül mikor? Mikor van itt? Február, március, ez lenne? Valahol. Hát vagy itt, az mivel nagyon messze van, akkor valamit innen válasszunk. Ja, de ez meg nyár már. Akkor, hát, itt kéne, hogy legyen itt. De az nagyon messze van, úgyhogy inkább ide rakjuk. Igen, ünnep, és akkor legyen az a neve, hogy húsvét. És látogatóba jöjjön a nyuszi, adjanak ajándékokat, meg tojásvadászat legyen, nagyon jó. Ah, nem is tudom, hogy ez miért nincs alapból beállítva amúgy, mint ünnep. A dekoráció az nem kell. Mit szoktunk még húsvétkor csinálni? Valamit főzni, nem? Főzzön valamit, és ennyi. Jó, maradjunk. Hát, mondjuk lehet adni ajándékot. Olyan nincs, hogy jöjjenek a csolkodók. Kosztümöket lehet viselni. De az inkább Halloween. Kéne egy ilyen Halloween eseményt is hozzáadni, mert olyan nincs is, szerintem. Na, ott van a nyuszi. De miért ilyen csúnyán néz ki? Hát nincs ez valami nyuszi? De van. Na, így lehet hozzáadni húsvétot. Akkor most megtudtuk ezt is. Legalább ti is megnézhettétek, hogy lehet hozzáadni, alapból nincsen. És most már van húsvétunk, majd lesz. És akkor majd jön a nyuszi. Az ott mi az a kis vonalka ott? Ugye nem veszekedtetek. Na,
Esküvő. Most kéne esküvőzni. Mert most jó, sötét van kint. Maradjunk szerintem egy sima esküvőnél. Mennyire szenyó lenne megint őt megkérni, hogy legyen a szakács. Úgyhogy akkor megtesszük. Na, hát természetesen elhívjuk őt, de majd csak a vacsora partin fogunk csalni. Elhívjuk Kélebet, mint legjobb barátunkat. Hát meg akkor elhívjuk őket is, bármilyen furi. Ott lesznek a vendégek. Hát hogy? Ja, mással nem ismerkedtünk. Mással nem ismerkedtünk össze? Jó, jöhet persze az is, meg jöhet egy olyan is. Oké. És akkor itt a háznál legyen. Igen, legyen itt a háznál. Építek egyet. Megépítem az esküvői helyszínt, mert megint már borzasztó ruhát vett fel. Jó, hogy ennyire nincs itt hely. Ha. Meg kell bontanom itt dolgokat, hogy tudjak esküvői helyszínt készíteni. Nem probléma. Addig felkapcsoljuk a napot, hogy lássak is valamit. Itt lesz az esküvői helyszínünk. Na. Hát lássuk. Kell hozzá egy boltív először is, aminek még mindig nem tudom, hogy mi a neve. Meg az se, hogy hol van. Ez nagyon szép. Ez nagyon szép. Ez van feketébe? Nincs. Mindig jó lesz így. Ez mi? Ezen lehet eladni dolgokat? Jó, akkor kéne egy... Hát egy kis konyha ide kintre. Jöhet nyugodtan. Ahol ugye meg tudja csinálni esetleg a tortákat, be lehet, be fog menni, és akkor ott fogja csinálni, de mindegy. Legyen akkor itt is. Kicsi konyha, ahol tud tortát sütni. Vagy jó, mindegy, csinálj meg bent. Ne legyen itt kint mégsem, mert az olyan furcsán néz neki. És akkor székek. Hány vendégünk van? Nincs túl sok vendégünk. Ennyi elég is a vendégeknek. Aztán... Mondjuk lehetne valami virág díszítés. Mondjuk ez az ilyen esküvői. Meg ugye kéne akkor ilyen asztal. Van ilyen? Megteríthető asztal, csak azt nem tudom, hogy hol van. Igaz, jó pofa ilyenkor. Még nem tudom, ez mennyire illik ide, de mindegy. Hol lehet a megteríthető asztal? Itt van. Erre lehet tenni kaját. És még egy bár legyen. Már úgyis hívtunk mixert. Az a baj, nem jó, mert már nem férnének oda a székek. Mondjuk ide. Jó. Végül is ennyi elég lesz. Hát nem azt mondom, hogy a legszebb esküvői helyszín. Lehet, hogy néhány ilyen... fényt tehetnék, mert nem lehet semmit se látni. Hát nem hiszem ezt a hajszálat itt, hogy nem bír békén hagyni. Ingyen hozok egy hajcsatot, de nem ilyenre gondoltam. Ilyen vámpirosat. Nagyon jó. Nagyon tetszik. Vámpirosan megvilágított esküvő. Így egy picit vámpirosabb. Aha, így lesz a vámpiros szerintem. Na hát így néz ki az esküvői helyszínünk. Nézem, mit írtok. Az a helyzet, hogy most igazából összeírtam az összeset, hogy ki kell jön össze, úgyhogy nem nagyon maradt arra hely. Olyanra csinálhattuk Simet, hogy szeretőnek, mert neki még nem nagyon van. Csak egy. Csak ilyen színben vannak sajnos ezek az asztalok.
Most érkeznek a vendégeink. Egy még hiányzik. Mert hogyha ide jön, akkor hozzáadom a csoporthoz. Várjunk! Nem annyira jó, hogy az állandóan be van kapcsolva. Hol van? Hol van? Csíkot követem. Jó, és még egy vendéget várunk. Úgy, hogy ide ér. Oké. Okay. Na, akkor üljenek le a vendégek. Csináljunk most neki egy másik mennyasszonyi ruhát? Vagy maradjon abban, ami belőzőleg volt? Én ezt nem kértem. Vlad, hol van? Itt van, nem a srác? És Vlad Vladdal beszélget! Hú, ez nagyon kínos! Kicsit beszélgetünk vele. Nem ez lesz az esküvői ruhája amúgy, hanem ez, de változhatunk rajta. Legyen új. Oké. Keresnünk kell akkor egy tükröt, vagy valamit, ahol tud változtatni rajta. De Cuki itt elkezdett játszani. Csak nem nagyon hallgatja senki se, kivéve a szakács, akinek amúgy főzni kéne a tortát, vagy legalább csinálni és sütni, tudom, csak itt a Sims-ben főzni szokták. Na gyere, választok neked egy másik ruhát most. Erre az esküvőre, minden esküvőre másik ruhát kap. De akkor maradunk vagy fekete-piros. Ez a kettő opció, mert ilyen vámpír esküvő szerintem passzol. Fekete-piros. Töltöttem le néhány új ruhát. Néhányat, jó sokat. Jó sok olyan ruhát a játékba, de egyik sem olyan, hogy esküvőre jó lehet. Inkább megyek valami custom content ruhával. Mondjuk ez se rossz. Mondjuk ez se rossz. Wow. Ez nagyon tetszik rajta így. Tudom, hogy miből van még feketém. Wow. Csak azért nem tetszik, hogy belelóg a keze. Kár, hogy ebből nincs fekete. Ha meg tudom csinálni, akkor lehet, hogy csinálok ebből egy feketét. Ez is tetszik rajta. Ez is. Amúgy a legvámpírosabb most ez lenne. Ez fekete, van benne egy kicsi piros, legyen most akkor ez. És választunk hozzá egy ékszert, hogy itt a nyakasra legyen ennyire üres. Most megköpi a fülbevaló mellé, ami eddig megvolt a nyakláncot. Megveszi hozzá azt is. Lehetne egy hosszabb kesztyűvel. Nem tudom, miben más ez a kesztyű. Jó, legyen ez. Azt szeretném megnézni, hogy az ékszer van egy másik színben, csak nem bírok oda kattintani. Nincs, akkor így maradunk. Majd legközelebb lesz talán ez. Hát amúgy az tipikus, hogy amikor valamilyen ruhát keresel, akkor biztos, hogy nem pont olyat találsz, ami jó. És hogyha valamilyen másikat keresel, akkor meg pont megtaláld azt, amit előzőleg akartál keresni, jó verzióban. És előtte meg azt nem találtad. Nekem ez mindig így szokott lenni. Na, hát így néz ki most a vámpíros esküvőre. Mindenképp erről is készítek képet, mert ebből a részből... Ne, szétszedte a csoportot. Szóval ebből a részből valószínűleg kettőt fogok összevágni. Kettő borítókép kell. És a következő résznek azért lesz majd egyen, vagy kettővel nagyobb a címe, száma. Azt szerint a számozás szerint fogom. Üljön le mindenki. Kérem, bohagár, össze-vissza. Te jó lenne, ha nem beszélgetnétek folyamatosan meg. Jó. Hát valót nem volt nehéz ide csalni, legalább gyors. Mit köszöngetsz itt valaki másnak? Remélem, hogy nem másnak köszönget. Ott van minden finom kaja. Ból tudnak enni, már a kép nem vámpír. Vlad az nem tud enni belőle. Na hát lássuk az esküvőt.
várjunk. Kicsit közelebb megyek, hogy jobban lássuk a dolgokat. Oké. Okay. Kíváncsi vagyok, hogy most is ő kap egy gyűrűt, mert hogy a Vlad... Vagy ezúttal... Vagy működik? És megint ő kap gyűrűt! Chelsea miért nem kap gyűrűt? Hát ez jó befejezése volt az esküvőnek. És megint összevesztek egy kicsikét. Na. Hol van a pasid, akivel el kell... Kicsit barátkozzunk vele. Akkor majd még lesz most egy ilyen... vacsora est is. Nem most, mert most már késő van. Majd holnap talán. És ott fogjuk elintézni Vladot véglegesen. Most előkészítjük hozzá ezt a srácot. Olyan helyre kéne menni, ahol kettesben tudnak lenni. Reméljük, hogy ez kettesben tudnak lenni. Azt hittem összevesztek velem. Gyere te is oda, léci. Hozzad az inni valadat, nyugodtan hozhatod, gyere. Most kifőzi itt a tervet fönt. Még megérkezik a srác. Miket fog neki mondani, most gyakorolja a tükörben egy kicsit. Nem tud ide bejönni, vagy mi? Mit csinál? Mit csináld? Relax! Hova lett? Hova lett? Ne. Nem tudom, miért nem tud bejönni. Be van zárva valami ajtó? De is nincs is ajtó. Most mi történt? Él egy játék, légy szíves. Hello. És most aztán tényleg nincsen semmi a script a játékban. Már most kikapcsoltam. Oh. Hello, Brad! Nem történt semmi, de tényleg semmi nem történt. Nem bírom volna kiszedni. Na jó. Majdnem. Oké. Okay. Hol lett a srác? Hát van ez így, hogy elromlik a játék, de szerencsére nem probléma. Mert legalább nyugodtan tud felhőt nézni, anélkül, hogy bármi baj lenne. Szerintem, ha megvolt a felhőt nézés, akkor nem lesz probléma. Mitől kaptunk pénzt? Kuri. Számítógépet azt elfelejtettem megvenni, hogy elfelejtsem. Érdekes, hogy így bent fekszenek a földben. Amileg Vlad nincs közelben, vagy nem látom. Most nyugodtan próbálkoztunk egy slörtöléssel, bár most már igazából össze is veszhetnek, úgyhogy nem probléma. Elküldöm aludni. Legyen vége az esküvőnek. Ó, a tortát elfelejtettem. Most már mindegy. A szegény nagyon álmos, az a baj. És most még egy vacsora partit is kéne tartania. Számítógép, el ne felejtsen megvenni. Hova tegyem a számítógépet? Ilyen cuki rózsaszintka. Hát amúgy is olyan cuki. És akkor itt majd tud egy kicsit a híresség pontjaira adni, hogy azt tudja majd jönni azzal a
Szimmel. Gratulál a házassághoz. Hát köszönjük szépen. Meg nagyon éhes. Hát, nézzük meg, hogy van-e valami Szim, aki itt mászkál, hogyha... Ja, de innen nem tudunk lemenni, mi? Vagy le tudunk, vagy melyik irányba kell lemenni? De hát ebben az irányba kell lemenni, úgyhogy valószínűleg akkor nem tudunk innen lemenni. És itt nem is nagyon jönnek Szimek. Számítógépről, hogyha te tudsz olyan plazmapakkot inni? Ha! Rögtön befoglaltál róla, ez így számítógéped, neki az kell. Igen, szörcsöltünk. Még nem tud venni, valami kell hozzá. Szörcsölj még. Most lehet még csak leválkáltás. Most nézzük meg, hogy tud-e venni. Ebből tud venni. Hogy tud venni olyan pakkot, mert elfelejtettem. Azt hiszem, hogy itt vagy nem. Ez egyik se az. Akkor nem tudom. Akkor nem emlékszem, hogy hogy tud venni. Valószínűleg ott lehet, vagy majd csak még nem tud, mert még túl alacsony szinten van, vagy fogalmam sincs. Négy sorba a ruhák, az egy mód, igen. Yes! Na, ezt szerettem volna, ne kelljen állandóan elmennie valakit megeszegetni. Na, legalább az életcégének az első részét teljesítettük. Nem leszel ettől rosszul, hogy ezt kell innod? Nem érdekli különösebben. Akkor jó. Akkor engem se. Csak elég sokat meg kell belőle inni. Neki ki kéne aludnia magát. A vacsora partihoz majd. Neki... Hát igazából tanulhat. Nyugodtan tanulhat egy kis vámpíroskodást addig, amíg most már nagyobb szintű könyv kell. Akkor mit tanul most jelenleg, hogyha nagyobb szintű könyv kell? Most már tud halból és békából csinálni ilyen packet. Készen van közben a takarítónk. Úgy látom, hogy leszette itt az asztalokat. Szegényke nagyon éhes. Lesz lassan. Nagyon meleg van. Én nem tudom, hogy ebben a lakásban van-e ilyen termosztát, de szerintem ebben még nincs. Lehet, hogy kéne tenni, hogy aztán felforrósodjon mind a kettő. De nem akarunk átmenni most. Nem szeretnénk átmenni. Át kéne még hívni egy kicsit a szeretőt így napközben. Dolgozzunk a kapcsolaton, vagy elmehetnénk egy randira vele, mondjuk az egyik étteremben, amit leraktam. Legyen inkább az. Nagyon éhes. Rendelünk valami kaját az étterembe, és akkor legalább összefőzzük a kellemes te hasznossal. Úgyse tud valad utánunk jönni, mert elég. Úgyhogy menjünk ide. Legutóbb a másikban voltunk. Nyusz is papucs rózsaszín laptop, nagyon jól összeillik, igaz? Szerintem is amúgy. Gyorsan elmentem a játékot, mert volt egy ilyen fura hangja. Nem, hogy nekem itt véletlenül lefagyjon, mert akkor nem tudom, mi lesz. Léci, indulj még el most! Remélem, hogy elindul. Mert ilyen nagyon furi hangja volt, mintha nem akarná elindulni. Gyorsan elmentem, mert ha innen előről kell kezdeni, akkor... Jó. Jó kis helyre jöttünk a helyen. Érdekes egy hely ez, érdekes egy hely. Hol van a bejelentkező pult? Az jó lesz, itt van. És mindenki ilyen rózsaszínben van, nagyon cukik. Van romantikus a ura? Remélem. És így odáll mindenki elé, hogy ő az első, kb. Azért kellett volna beállítanom a számítógépen a profiát, mert így lassabban megy szerintem a hírességpont. Ugye rendelünk valamit itt az asztalnak. Talán ez a zöld ruha lett a legkevésbé kedvencem, amit véletlenül beállítottam neki. Na hát, ezeknél jobb kaját el is tudnék képzelni. Remélem, hogy nem vega. Ó, flörtölős! Mind a ketten flörtölősek, akkor lehet, hogy van itt egy a flörtölős aura ebben az étteremben. Az jó. Érdekes amúgy, mert kicsit ilyen romantikus aurája van a helynek, meg ilyen romantikus stílus az egész, ugyanakkor nagyon gyerekes is. Nem tudom, hogy ilyenkor meg kell kérni, hogy legyen-e a barát, vagy ne legyen barát, vagy nem tudom, hogy hogy van ilyenkor. De szerintem nem kell. Maradjunk ennél a kicsit romantikus viszonynál, és nem állítom be nekik. Valamit összetörtek. Hát remélem, hogy... És pont az ő kajájukat, nem már. Közben megvolt az első csók. Jaj, végre teljesült az életének ez a része. Level 6 karizma skill kéne. 3 kapcsolat, és 10. Hát akkor kell itt szín, bőven. 10 különböző szín, meg kell, ugye?
Csókolózni? Yes. 10 különbözővel kell. Egy sztorit szeretnék mondani neki. 1600 pontunk van, az még kevés, hogy bármit kiváltsak. Nem lesz belőle végül vámpír, mert inkább egy visszafiatalítjuk. Próbálom egy kicsit följebb vinni, hogy jól sikerült randi legyen. Mi ez az innivaló? Hát én ezt még nem is láttam a játékban, ezt az innivalót. Micsoda szívecskék jönnek ki ebből az innivalóból. Nem semmi. Okay. Kell még egy szim, akivel összehozom. Ő lesz a következő. Lehet, hogy már most össze kéne vele ismerkedni. Milyen fura lenne, hogyha majd lesz egy olyan esküvő, ahol több lesz a szeretője, mint az aktuális partner. Hát nem lehetetlen amúgy, mert ugye ő eljött az esküvőre. Lehet, hogy majd átmegyek azokhoz a szimekhez, akiket beköltöztettem, és azokat ábrázolja, akik ugye csatornatagok, mert szüksége lenne pár barátra. És azok pont jónak. Jók lennének valamelyik valaki, aki kijön hozzá barátkozni, aki otthon van, és hajlandó vele. Jó, most már ezüst színű, most már csak a kajáról kéne egy kicsit beszélgetni. Lehet, hogy hamarabb vége lesz ennek a randinak most. És mindjárt megeszi a kaját, csak egyet, drága, egyet. Elfelejtettem lefotózni. Túl sokan vannak itt a színek, vagy nem tudom, miben van a játéknak most. Kajáról kéne beszélni. Feladom. Feladom, hagyjuk. Tízesek inkább a kaját. Neki mutatkozunk csak be, csak hogy legyen egy ilyen kapcsolati státusz kezdemény, hogy el tudjam majd hívni. Milyen szép ez a szimit. Ez az egyik pincérnő. Jó, akkor vége a randinak. Most már úgyis mindjárt vége van. Na, akkor vége van. Ez is lett, szerintem egészen jól sikerült. És hát most már lehet, hogy késő van a vacsora partihoz. És lehet, hogy majd várunk még vele egy picit. Megmutatom azt a házat, ahol elköltöztettem a csatornatagokat. Most csak vele megyünk. Szeretnék neki néhány barátot, úgyhogy aki kijön hozzá, vagy aki otthon van, azon megpróbálom közben barátkozni. Legyen kit elhívni az esküvőre, hogy ne csak a szeretői legyenek ott. Vlattól lesz egy gyereke? Nem, szerintem nem lesz. Vlattól nem. Nem tudom, hogy valamelyiktől biztosan lesz, de még nem tudom, hogy melyiktől. Az a baj, hogy Vlad még csak a második, és akkor az túl korai lenne. Valaki mástól kéne. Oké. Okay. Legyen akkor Kinga. Kingával összebarátkozik egy picit. Most már Kuszhoz beszélsz? Nem ajánlom. Nem ajánlom, hogy vele beszélgess! Mert hagyd békén! Menj és beszélj! Na jó, becsukta az ajtót. Nem, mert ő egy nagyon rossz természet, úgyhogy nem ajánlom, hogy vele próbálkozom barátkozni, mert nem fog összeérni. Oké. Most meg... Lehet, hogy ide le kéne, hogy üljön Vikivel. Elég kiakad ez a ház. Na mindegy, pedig ezt a házat tettem le, a csatornatagok itt laknak. Szerintem egy egész fajn kis házikó, nagyon jól néz ki, nem én építettem. És van benne rengeteg sok hálószoba, úgyhogy mindenkinek van helye aludni. Itt van Jane. Na jó, ki van hozzád most a legközelebb, akivel tudsz beszélgetni? Még jött ki? Itt kint akart kosarazni, ahelyett, hogy beszélgetne valakivel. Beszél Vikivel. Aztán még meglátjuk, hogy kivel beszélget. Aki oda jön. Hova lettek a többiek? Van itt egy nagy medencéjük is kint. Egy hatalmas gumikacsájuk van.
Klasszházban élnek amúgy. Nem adtam nekik rosszat. Sőt, egy picit játszottam is velük, egy picit följebb vittem a tulajdonságaikat is. Akkor még vele beszélgessem, most már elkezdtünk valamit. De jól néz ki ez is. Följebb vittem a képességeiket, sőt, munkát is adtam nekik. Úgyhogy meg tudjuk kérdezni, hogy milyen munkája van, mert van neki. Elvileg, mindjárt megkérdezem. Lehet, hogy egy picit át fogom még alakítani a karakteredet, Kinga, mert valamiért még mindig ez a fekete, a valami ott van a szem alatt. Nem tudom, hogy mi okozza. Pedig mindig van ez a szempilla. Lehet, hogy a smink. Tanár. Ő is. Nem véletlenül. Emlékeztem rá. Van hintánk? Na jó, akkor hintázzatok egy kicsit. Én ezt meg szeretném nézni. Most már te hintázni? Milyen érdekes, hogy itt ennyire fényes ez a lakás. Hogy tudta így megfényesíteni az, aki ezt csinálta? Kicsit hintázzatok együtt. Attól jobb lesz a kapcsolatok, hogyha hintáznak? Hát nagyon aranyosak. Szerintem ezzel a képpel fogom most így zárni ezt a live-ot, hogy itt hintázgatnak egy kicsit. Lehet, hogy még a többiekkel is egy picit ismerkedhetne, mert szeretném, hogy legyen tényleg valaki, akit át tudunk hívni barátnak, meg annak, hogy legyen valaki az esküvőn is. Úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek ez a live, és nekem nagyon tetszett, én élveztem. Úgyhogy innen fogjuk folytatni, ugye a következő részben lesz Vlad megpurcantása, illetve a vacsora, illetve a megcsalás, és rögtön lépünk tovább majd a következő színre, aki még nem tudom, hogy mi lesz, úgyhogy jövő héten ilyenkor, vagy egy nappal korábban, ahogy eredetileg megígértem, fogunk találkozni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és sziasztok!